Köszöntöm nézőinket, önök a Tolna Tej Televízió híradóját látják, Slajhó Zénó vagyok. Főbb témáig néhány mondatban. Költségvetés, pénzügyi kérdéseket tárgyalnak Szekszárdon. Kiadások 2024-ben, mire költenek a szekszárdiak? Schwab, felvidéki, székely és magyar kolbászok versenyben harmadik alkalommal rendezték meg az eseményt Bucsfán. Röplabda kupa, vegyes csapatok versenyeztek Dombóváron. Szekszárd megyei jogú város önkormányzata közgyűlésének pénzügyi, illetve gazdasági és városfejlesztési bizottsága is tárgyalta a vármegye székhely idei évi költségvetéséről. A szekszárdi önkormányzati bizottságokban nem volt teljes egyetértés a 2024-es költségvetés tárgyalásán, így nem tudtak döntést hozni. A rendelet elfogadását az Éljen Szekszárd frakció nem támogatta. Az ő módosításukat pedig mi nem támogattuk, miszerint a módosítás arról szól, hogy a KSC, a TAR KSC-nek a költségvetésből külön soron rendelkező 40 millió forint támogatást, annak csak egy negyedét adnák oda, és a következő valamikor márciusban döntenénk a fönnmaradó 30 millió forintról. A kérdést február 29-én a közgyűlés fogja eldönteni. De ez a módosítás, ez nem kicsi módosítás. Ez gyakorlatilag az, amit már az előző évben is lehetett látni, hogy a TAR KST-t gyakorlatilag az Éljen Szekszárd nem szeretné semmilyen támogatásba részesíteni. Ebből tavaly ősszel volt erről egy többfordulós közgyűlés, bizottságülés, stb. Voltak különféle Facebook üzengetések is, de ott ebből kibújtak és kihátráltak, ezt vitatták, hogy egyáltalán nem is volt ilyenről szó, de ez most megint kiderült. Ez azt jelenti, hogy továbbra sem szeretnék támogatni a TAR KST-t. Szekszárd megyei jogú város önkormányzata közgyűlése összesen 19 napi rendi pontot fog tárgyalni. Mint egy új kutatásból kiderült, a magyarok 63%-ának vannak olyan céljai az idei évre, amihez nagyobb anyagi forrás szükséges. Erről kérdeztük a szekszárdiakat. Egy magyar hitelspecialista vállalat felmérése szerint az idén utazásra, nyaralásra adnának ki pénzt a legtöbben a magyarok közül. Népszerű úti célnak számít például Horvátország is. Már voltunk ott tavaly, úgyhogy ezért megyünk vissza, mert tetszett a hely. 2024-ben a lakásfelújítás, átalakítás költségeivel a háztartások 38%-a számol, háztartási gépre vagy bútorvásárlásra 31% tervez kiadni. Általános dolgok, ami minden háztartásban szükséges. Családi házban lakunk, úgyhogy ott mindig van valamit csinálni. Az is kiderült, hogy 10-ből 3-an jelenleg kényelmesen kijönnek a jövedelmükből, azonban a válaszadók többségének hiányos a családi kasszája, ami átlagosan havi szinten 200 ezer forintos deficitet jelent. 60 ezeres nyugdíjból nagyon nem tervezek nagyobb összeget. Tehát az ember örül, aminek van, és azért is járok egy ilyen közösségbe, ahol leszakadni a sárga csekkekről, és megelégedve élni azzal, amit van. Sokak számára a család anyagi biztonsága a legfontosabb. Nyugdíjasok vagyunk, a nagy tervünk nincsen kiadásra, hogy a megélhetésre legyen, meg a gyerekeknek egy kicsit tudjunk segíteni, más nincs, meg az egészség meg legyen. Céljaikat a megkérdezettek 38%-a az idei év folyamán megtakarítandó pénzből több, mint fele havi jövedelméből fedezni, hitelt pedig 13%-uk venne fel. Most rövid híreink következnek. Egymásnak ütközött két személyautó kedd délelőtt Szekszárdon a Palánki úton. A műszaki mentéshez a vármegyeszéke hivatásos tűzoltói vonultak, akik áramtalanították a járműveket. Az egyik utas könnyebben sérült. Lesodródott az úttestről, majd felborult egy személyautó szerda reggel Zombán. A baleset helyszínére a szekszárdi hivatásos és a zombai önkéntes lánglovakokat riasztották, akik a beszorult sofőrt kiemelték az utastérből, majd átadták a mentőszolgálatnak. A műszaki mentés idejére az érintett útszakasz teljes szélességben lezárták. A gépkocsi vezetőjét a mentők kórházba szállították. A dombóvári ifjúsági fúvós zenekar megtartotta tavasz köszöntő koncertjét a Tinódi házban. Az együttes 20 éve tart előadásokat az intézményben, melyek iránt a helyi közönség mindig nagy érdeklődést mutat. Sikerességüket az is jól példázza, hogy számos külföldi fellépést is maguk mögött tudhatnak már. A
koncert első felében az első 3-4 darab, az a felső kategóriás darabok közé tartozik, és a koncert második felében inkább a szórakoztató filmzene, slágerek, Santana sláger például, régi afrikai szimfónia, amely egy nagy sláger volt, pop sláger volt a 70-es évek, 80-as évek elején, 70-es évek végén. Tehát ilyenekkel készültünk, és van egy rávadásszám, ami hát egy ilyen bravúrszám, amivel szeretnénk még a közönséget meglepni. Letette esküjét Borsosné Gut Csilla, Nagymányokváros önkormányzata képviselőtestületének új tagja. Az új munka mellett a Szociális és Közművelődési Bizottságban mostantól képviselőként folytatja tevékenységét. Megüresedett bizottsági helyét külsős tagként Szalainé Gut Enikő tölti be. Ismét megrendezték a mucsfai kolbásztöltő versenyt. Az egésznapos programot az esti bál koronázta meg. 13 mucsfai és egy önkormányzati támogatói csapat mérte össze kolbásztöltő tudását. A mucsfának itt van a 70-80%-a, és az a környékbeli településekből is elég sok ember eljött, vannak meghívott vendégeink, úgyhogy elég sok embert megmozgató rendezvényen vagyunk. A Mucsfáért Egyesület 2017-ben alakult, alig 15 taggal, már ez a szám már eléri az 55 főt. Az Egyesület szervezi ezt az egész programot, ilyen évente 6-7 rendezvényt tartunk, a kolbásztöltővel kezdjük, aztán szokott lenni teljesítménytúra, szokott lenni szalonnasütés, filmvetítés, szokott lenni civil piknik, évzárót szoktunk tartani, ahova visszahívjuk a támogatóinkat, akik egész évben támogatnak minket, úgyhogy szerintem egy elég összefogó társaság vagyunk, és csak körbe kell nézni, úgyhogy hogy hány embert mozgattunk meg ebbe a faluba. A 200 fős rendezvényen finom illat és remek hangulat uralkodott. Mi minden egyes falusi rendezvényen részt veszünk. Most már a harmadik éve a kolbásztöltőn. Először úgy volt, hogy a barátaim hívtak, most pedig jöttünk egy külön csapattal, de itt vannak a barátok is, akivel eredetileg kezdtük ezt az egész műfajt, és most pedig család, após, anyós, és másik helyi barátokkal álltunk össze, és alkotunk egy csapatot, és így készítjük a kis házi specialitást. Kezdők szerencséje? A tavalyi győztest kérdeztük a receptúráról, ekkor tudtuk meg, hogy a pár akkor töltött életében először. Tavaly a páromba ketten neveztünk be, a családiasan, és egyik nagyon jó barátunktól kaptunk egy receptet, és azzal sikerült megnyerni. Nem gondoltuk volna, de így adták az égiek, hogy sikerült megnyerni ezt a díjat. A résztvevők az egész napos eseményt az esti bállal zárták. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Emelkedett az évente több alkalommal vértadók száma 2023-ban, tavaly összesen 411.925-ször adtak vért, ami 2022-höz képest 4%-os előrelépés jelent. Az Országos Vérellátó Szolgálat az idei évet dr. Kubányi Endre emlékének szenteli, aki 100 évvel ezelőtt alapította meg Magyarország első ilyen szolgálatát. Győzelemmel zárta edzőmérkőzéseik sorát a harmadosztályú labdarúgó bajnokság délnyugati csoportjában szereplő Szekszárdi UFC és a Paksi FC második csapata. A szekszárdiak idegenben 2-1 arányban győzték le a Balatonfüredet, az atomvárosiak pedig a Bonyhád Majos gárdája ellen arattak magabiztos 4-1-es sikert. A bajnoki küzdelmek március 3-án folytatódnak. Megszülettek az első támogatói döntések a Napenergia Plus programban, tavasszal pedig megkezdődhetnek a kifizetések, megindulhat a modern napelemes rendszerek telepítése, mondta Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. A projekt keretében a háztartások fejlesztéseikhez akár 5 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaphatnak. A program jóvoltából tovább bővülnek az elmúlt években kiépült óriási napenergia kapacitások. A támogatott családok önellátási képessége megerősödik, áramszámlájuk pedig csökken. 17. alkalommal rendezték meg az országos röplabda mix tornát Dombóváron, amelyen 11 csapat mérkőzött meg egymással. Az eseményre nagy számmal érkeztek versenyzők az ország több pontjáról, illetve a határon túlról is, például Ausztriából és Oroszországból is jöttek csapatok. Külön nagy öröm számunkra, hogy most már nem csak az országon belül, hanem
nemzetközivé vált a torna. Osztrák, illetve orosz versenyzők is színesítik a mezőnyt. És hogy miről is szól ez a mixtorna? Rendes röplabda szabályok szerint zajlanak a mérkőzések, tehát 6 fővel. Annyi az érdekessége, hogy a 6 fő az 3 férfi, 3 női résztvevőből áll. Ezért is mix a tornának a megnevezés, tehát a vegyes röplabdáról szól a dolog. Elég erős mezőny jött össze, mai nap is. A Dombovári Amatőr Röplabda Klub Szabadidős Egyesület 2012-ben alakult meg a sport iránti szeretet és a szabadidő hasznos eltöltése céljából. A versenyen 11 csapat vett részt, összesen 79 fővel. A mixtorna létrehozásakor alapvető elgondolásunk vagy célunk az volt, hogy az amatőr csapatoknak biztosítsunk egy jó kis játék lehetőséget. Ez most a 17 év alatt már annyira nőtte ki magát, hogy mondhatni, hogy az amatőr csapatok közül a legnívósabb, legerősebb csapatokkal igyekeznek kiállni, mind a régióban, mind az ország szerte. Nagyon, nagyon éles meccsek zajlanak, tényleg ilyen egy-két pontok döntenek. A csapatok a mix röplabda szabályi szerint játszottak, ami azt jelenti, hogy a csapatokban a pályán lévő 6 játékosból legalább 3 női játékos kell legyen. Két csoportra osztottuk a résztvevőket, a két csoport második, harmadik helyezetjé juttak tovább, akik harmadik, illetve egyik, ötödik helyezetként végzettek, ők pedig a úgynevezett elnöki kupába játszhatnak tovább. Tehát van egy úgynevezett alsó és felső ház, kupákkal érmekkel díjazzuk a nyerteseket. Garai Dénesnek fontos a röplabda, mivel csapatépítő szerepe van, illetve a tagok között szorosabb kapcsolat alakul ki a versenyek során. Szeretem, az a lényeg, ezt a sportot nagyon szeretem. Fegyelmezettség az nagyon fontos, meg a koncentráció, és igazából én így ennyi lettem. Sipos Lili, az Imperátor tagja, élsportolóként kezdte a pályafutását, valamint 13 éve röplabdázik. Az idei Dombóvári kupán először játszik. Nagyon régóta, 13 éve talán először élsportba kezdtem, azóta én már abba hagytam, viszont így hobbi szinten még játszom. A végeredményről a meccspontok aránya döntött, ebből a Rozatom csapata került ki győztesen, így ők nyerték el harmadjára is az elnöki kupát. A második helyet a Pipizsó szerezte meg, a Jobbote pedig a harmadik lett. Regionális híreink következnek. Bevallási tervezetek a NAV-tól idén is segítik az SZIA adózókat. Sikeres pályázat, több mint 1 milliárdból fejleszthetett a siófoki cég. Űrbiztonság, műholdfelderítés, űrszemét az udvaron. Készülnek a bevallási tervezetek a NAV-nál. Az adóhivatal idén is elkészíti a személyi jövedelemadó bevallási tervezetét, ha ehhez rendelkezésre állnak az adózó adatai a hivatalnál. Az elkészült iratok elektronikus vagy postai úton jutnak el az ügyfelekhez. A NAV idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azok személyi jövedelemadó bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik, mondta stábunknak a NAV Baranyai sajtóreferense. Így bevallási tervezetet kapnak az alkalmazottak, az áfás magánszemélyek, az őstermelők és az egyéni vállalkozók is. Azok az adózók, akik rendelkeznek KAU azonosítóval, március 15-től elektronikus felületen elérhetik a bevallási tervezeteket. Legegyszerűbben a hivatal honlapján, az ESZIA felületen lesz elérhető a bevallási tervezet. KAU azonosító lehet például az ügyfélkapus azonosítás, a részleges kódú telefonos azonosítás, az elektronikus személyigazolvány, vagy pedig az arcképes azonosítás. Azonban nem biztos, hogy mindenki rendelkezik központi azonosítási lehetőséggel.
azok az adózók, akik nem rendelkeznek KAÜ azonosítóval, március 18-áig kérhetik a bevallási tervezetük papír alapú postázását. Ehhez meg kell adniuk az adóazonosítójukat és a születési dátumukat SMS-ben, levélben, formanyomtatványon, a 18-19-es infovonalon, vagy pedig bármelyik ügyfélszolgálaton személyesen. Kérdés, hogy ők mikor kapják meg postai úton a tervezetet? Az elkészült bevallási tervezeteket a hivatal április 30-áig postázza az érintetteknek. Aki lemaradt a március 18-ai határidőről, május 21-én bármelyik ügyfélszolgálaton személyesen kérheti a bevallási tervezetnek a kinyomtatását. A bevallási tervezeteknek a módosítására, kiegészítésére május 21-éig van lehetőség. Ugyanis a bevallási határidő vége május 21-e. Érdemes tudni azt is, hogy az SZIA 1+1%-ának felajánlásáról is május 21-éig kell nyilatkozniuk az adózóknak. Sikeresen pályáznak a kis- és középvállalkozások a hazai és uniós kiírásokon. Kedden újabb cég örülhetett, hiszen több mint 1 milliárd 112 millió forintos fejlesztést hajthatott végre Siófokon. A mélyépítéssel foglalkozó családi vállalkozás a beruházásnál megerősítette szerepét a piacon. A több mint két évtizede alapított családi vállalkozás alaptevékenysége a közmű és mélyépítés. A pályázat egyik részét az eszközpark fejlesztésére fordították. Egy labvibrátort, egy kisebb úthengert, egy ilyen vibróhengert, négy darab döngölőt és két darab targoncát szereztünk be, ezen kívül még beszerzésre került kettő 80-26-os GCB minikotrógép is. A Gino Plus pályázat másik feléből a siófoki telephelyi épülete készült el 2x120 négyzetméteren. A modern irodaépület kiváltja az eddigi konténer irodákat, egy kényelmesebb és praktikusabb megoldást nyújtva a dolgozóknak, valamint partnereknek egyaránt. A vállalkozás jelenleg 15 főnek nyújt biztos megélhetést. 2003 óta foglalkozunk mélyépítéssel, szennyvízcsatorna építéssel, csapadékcsatorna építéssel, térkövezéssel, kisebb földmunkával, de akár már magasépítést is csináltunk, itt is sok mindent saját magunk csináltunk az épületen. Egy kisebb cég vagyunk mi a megyében, önkormányzatoknak szoktunk főleg dolgozni, de vannak magánberuházások is, ahol vannak megrendeléseink. Szeretnénk ezt a jövőben minél jobban kibővíteni, és lehetőség szerint minél több munkát vállalni. A társaság tevékenységi köre 2009-től kibővült fuvarvállalási és fuvarszervezési tevékenységgel, amelyre a most átadott siófoki épület szintén alkalmas lesz. A beruházásnak ugyanakkor várható egy második üteme is, hiszen az elképzelések szerint a közeljövőben egy raktárcsarnok is épülne majd. Itt kerülnek elhelyezésre az eszközök és gépek, illetve javításuk is biztosítva lesz fedett helyen. Az űrbiztonság egyre fontosabb kérdés napjainkban. Űrbiztonság, műholdfelderítés és követés már Magyarországon is van. Dr. Hegedűs Tibor fizikus régóta foglalkozik tudományosan a témával. Közeledő előadása is erről szól. Kevés olyan ember van, aki ne lelkesedne az űr meghódításáért. Felmerül a kérdés, vajon az űr mennyire biztonságos. Űrbiztonság, műholdfelderítés és követés már Magyarországon is van. Erről beszél dr. Hegedűs Tibor fizikus csillagász. Elvileg minden egyes rakéta fölbocsátáskor nemzetközi egyezmények alapján lajstromba kell venni, be kell jelenteni, hogy milyen ország, milyen cég, milyen űrügynökség, milyen céllal, milyen eszközöket, milyen pályára helyez a föld köré, és ezeket regisztrálják. Igen, ám, de ha elkezdik vizsgálni így a földről az aktív műholdakat, kiderül, hogy egy nagy csomó úgy lézeng itt a föld körüli pályán, hogy semmilyen regisztrációja nincs. Tehát nyilvánvalóan ma már az EU is tudja, az Európai Bizottság tudja, hogy mindegyik szövetségi rendszer rendelkezik be nem jelentett kémműholdakkal, Kína, Oroszország, Amerika, Izrael, minden olyan ország, aki képes műholdakat juttatni az űrbe.
nyilván kutakodik, nézegeti a többieket, és vizsgálja. Ez a biztonság egyik része. Az állampolgárok részéről viszont van egy másik probléma. Arra is volt példa, hogy valaki a kertjében, udvarában idegen ismeretlen fémdarabokat talált. Egy későbbi beazonosítást követően megállapították, hogy egy rakéta, illetve szétesőben lévő műhold darabjai, közölte a Szegedi Tudomány Egyetem Bajai Obszervatóriumának igazgatója. Hozzánk küldözgetik be ezeket a kertekbe talált mintákat, darabokat. Ezekből láthatóan egyre több van az utóbbi időben, és valószínűleg ez még egyre több, még több lesz a közeljövőben. Ugyanis ma már többszöröse számú műhold kering a Föld körül, mint ami mondjuk egy akár csak 10 évvel ezelőtt. Tehát az a veszély is nagyon megnőtt, hogy kontrollálatlanul elromlott műholdak, amik már irányíthatatlanná válnak, ezek egyszer csak kontrollálatlanul, tetszőleges helyen egyszer csak belépnek a légkörbe. Egy részük persze elég, de a leszakadozó darabok, illetve hát a tömegüknek egy jelentős része, az törmelékként valahova le fog szóródni. Hát ezeket kutatja jelenleg az űrbiztonsági optikai és radarfölderítés. Ez egyre nagyobb aktivitású dolog, tehát a világban mindenütt terjed ez, hogy figyeljük ezeket az eszközöket, és próbáljuk meg a társadalmat megvédeni ezektől, és megmondani előre, hogy hol, mikor, milyen veszély következhet be, hol akar valami szétszóródni, becsapódni, de hát még nagyon az elején vagyunk ennek a munkának. A becslések szerint naponta 5000 tonna űrszemét, természetes eredetű kő és vastörmelék is érkezik a Földre, mely a naprendszer törmelékanyaga. Ezek meteorpor, illetve tűzgömbökből származó darabkák, tette hozzá csillagász. Én szerintem még mindig nagyobb valószínűsége van annak, hogy valaki ilyen meteorit darabot talál a kertjébe, mint annak, hogy űrszemetet, de még egyszer mondom, amit az elején talán már említettem, hogy inkább a trend a félelmetes, hogy ez exponenciálisan fog nőni az űrszemét mennyiség, illetve a darabszáma is az űrszemétnek, és ez az, ami egy kicsit aggasztóbb. Ezért egyre nagyobb a valószínűsége, hogy a kertekben egyre több űrszemetet találnak majd az emberek. Balesetet még jó pár évtizedig biztos nem okoznak, hangsúlyozta a csillagász. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Költségvetés, pénzügyi kérdéseket tárgyalnak Szekszárdon. Kiadások 2024-ben, mire költenek a szekszárdiak? Schwab, felvidéki széke és magyar kolbászok versenyben 3. alkalommal rendezték meg az eseményt Mucsfán. Röplabda kupa, vegyes csapatok versenyeztek Dombóváron. Csütörtökön kevesebb felhő, több, tartósabb napsütés valószínű, továbbra is kifejezetten magas hőmérséklettel. Csapadék nem hullik, a szél a Dunántúlon és délen kissé élénkülhet, éjszaka változóan, reggelre erősebben felhős idő ígérkezik. Hajnalban reggel dél felől terjeszkedve már többfelé eleredhet az eső. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!